Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol megnézzük azt, hogy mit közöl jelenleg veled ez a kapcsolat, hogy tekints rá, mit éltek át jelenleg, min lehetne változtatni, és hogyan áll ő hozzád, vagy mit gondol rólad, mik a tervei. Itt középen a jelenlegi helyzet látható, amire oda kellene figyelni. És itt bal oldalon a hölgy kártyái vannak, ezzel szemben itt jobb oldalon a férfi kártyái. Itt láthatóak a kelyhek, ami azt jelenti, itt érzelmekről van szó. A négyes szám a képen azt jelenti, hogy mennyire fontos számodra, meg számára is a biztonság érzete, hiszen benne vagytok jelenleg abban a helyzetben, ahol ki kell építeni az alapokat. De látható, ha te átnyújtod a kelyhet, tehát kimutatod az érzelmeidet, ő zárkózott, becsukja a szemét, vagy nem veszi észre. Lehet, hogy fordítva van így, hogy ő nyújtja át a kelyhet, ő mutatja ki az érzelmeit, és te ezt nem veszed észre, vagy dacos vagy, nem fogadod el. Emiatt minden a feje tetejére állt. És úgy érzitek, hogy elveszítitek a talajt a lábatok alól. De nem így van, mert ezt a kártyát meg lehet fordítani, és akkor látható az elegáns tartás, az is, hogy a lábatok megérinti a földet, tehát valamit másképp kellene tekinteni, 180 fokot fordítani a helyzeten. Az érem mindkét oldalát megnézni, és észrevenni azt, ha ő közeledik hozzád, vagy legyen meg a bizalom, hogy át fogja venni ezt a kelyhet, hiszen részéről is megvannak az érzelmek. És most megnézzük a kártyákat, ami a hölgyre vonatkozik, tehát rátok, hölgyekre, hogy milyen helyzetben vagytok, vagy mi foglalkoztat benneteket, hogyan tovább. Itt a kutya jelentheti a baráti kört. Itt a baráti körben vannak viták, vagy félreértések, esetleg veszekedések, erre utal az ostor. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy van valaki a baráti körben, aki meg akar bántani téged. A kutya jelentheti a hűséget is. Lehet, hogy nem bízol meg benne, nem bízol meg az ő hűségében, és emiatt vannak köztetek félreértések. De legyen meg az erőd, hiszen ezzel az erővel be tudod bizonyítani magadat a hamis barátságok ellen is. Vagy amit ez az erő még mutathat, a belső erő, a hit, hogy higgy abban, hogy megbízhatsz benne. Itt 4 héten belül lesz egy szerencsés fordulat. Sőt, kapsz egy jó hírt. Ez a levél lehet, hogy tőle jön, aminek örülni fogsz, vagy ez a levél lehet egy hivatalos dolog, vagy egy szerződés is, például munkahelyi szerződés, vagy bérleti szerződés, vagy adásvételi szerződés. És itt a virágcsokor jelenti a te szépségedet, a nőiességedet, egy szép környezetet, egy kreatív tevékenységet, vagy egy jó hírt, vagy egy meghívást, vagy egy ajándékot. És most megnézzük az ő kártyáit.
Itt megjelenik ő, mint férfi, és itt vagy a közelében. Az mindig nagyon jó, ha a jóslásoknál a férfi és a nő együtt kijön, hiszen az jelenti azt, hogy összetartoztok, és ő így látja a dolgokat. De megjelennek itt az egerek is. És ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Lehet, hogy fél attól, hogy elveszít téged. De itt újra megjelenik a kutya, a barátságok, és lehet, hogy úgy gondolja, hogy van valaki a baráti körben, aki azt szeretné, ha szétmennétek, ha ő elveszítene téged. Itt is láthatóak a hamis barátságok. De változik a helyzet, hiszen a gólyák jelentik a változásokat, itt előtte a csillagok szerencsét hoznak, itt is látható a szerencse, meg azt is jelentik a csillagok, hogy megvan a bizalma, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagképekben meg van írva, és itt a kutya nem csak a baráti körre utal, lehet egy háziállat is, vagy jelenti a hűséget. Vannak olyan pillanatok, amikor fél attól, hogy elveszít téged, de ő ezt nem mondja ki, nem beszél erről. És ez volt az általános jóslás, hogy mit mutat számodra most ez a párkapcsolat. Ez a jóslás megrendelhető, a díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint, ahol összehasonlítom horoszkópotokat. És amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha jelentkeznél a csatornámra, vagy leírnád a véleményedet a kommentárba. Azt hiszem, magyarul úgy mondják, hogy kommentbe. Így olvastam valahogy a Facebookon. Kommentbe, írjátok le a kommentbe. Köszönöm szépen, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel.